Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Magyar örökség díjjal jutalmazták Márta Mihály Tibort, Fényes Litke polgármesterét, a Doni hősök emlékezetének ápolásáért. A részletekről később, most íme a teljes kínálat. Magyar örökség díj. Kitüntetésben részesült Márta Mihály Tibor. Kullancsveszély. A szokásosnál sokkal korábban támadtak a vérszívók. Húsvét. Krisztus feltámadását ünnepeljük hétvégén. Több mint 30 éve küldetésének érzi, hogy évről évre felkeresse a 2000 kilométerre lévő katonai temetőket. A Donkanyarban hősi halált halt honvédek, hadifoglyok és munkaszolgálatosok sírjait. A sírokról pontos térképet készített. Magyarországról kopja fákat, kereszteket szállít, és rengeteg csoportos utazás szervezett már a magyarok számára oly tragikus helyszínekre. Márta Mihály Tibort, Fényes Litke polgármesterét most Magyar Örökség díjjal jutalmazták. A díjazott itt van velünk a stúdióban. Jó estét kívánok, polgármester úr! Köszöntöm a televízió nézőit is! Hogyan kommentálna a Magyar Örökség díjat, hogy elnyerte ezt a jutalmat, vagy megkapták? Úgy hiszem, hogy ez a díj, ez nem csak nekem a 34 éves kinti kegyeleti szolgálatnak szól, illetve ennek a, azt lehet mondani, hogy több mint 58. alkalommal ugye voltam kint ezekben a katonatemetőkben. Tehát mi feltérképeztük 90-től mostanáig a kivonulási, visszavonulási területeket a II. Magyar Hadseregnek. 35 keresztet vittünk ki temetőkbe, 35 temetőbe, illetve van két nagy gyűjtőtemető, amit a magyar állam 1997-től kezdett exhumálásokkal elkészítetni. Egyik a Boldirevkai, ott 8375 magyar honvédünk gyógyszá álmát, illetve közel 30 ezer van a Rutkinói gyűjtőtemetőbe, amit orosz tervek és orosz kivitelezésben készült el, és az exhumálások 2003-ra be is fejeződtek. Ennek a temetőnek a gondozását a kinti oroszok végzik. Most is nyáron kim voltam, illetve most is januárban, tehát szépen gondozzák, rendbe tartják, attól függetlenül, hogy most ugye ez a háború folyik. És úgy ez az elismerés valójában, hogy megfogalmaztam a barátaimnak, akikkel felmentem, illetve akik idatták, ez igazán nem csak nekem szól, hanem annak a barátoknak, azoknak a barátoknak, fényesítkieknek, segítőknek, hozzátartozóknak, akik 34 éven keresztül azért őt álltak mögöttem. A Jóisten segítségével tényleg segítettek, valaki pénzt adott üzemanyagra, valaki kijött velem, valaki például kopjafát küldött ki, keresztet készítetett el, és még sorolhatnám, valaki például földet küldött ki a nagymama sírjáról, hogy a nagyapa nyugvóhelyére vigyem el, és onnan hozzak vissza földet, koszorúkat kiküldtek, és még sorolhatnám. Jöttek velem politikusok, két politikus tudok megemlíteni, Papcsák Ferencet, aki a Nemzeti Bizottság, Magyar Nemzeti Banknak az elnöke, illetve Tirki Attila, országgyűlési képviselőt, aki 2003-ban zarándokolt ki a Kölcsei Televízió stábjával, és ez a díj, vagy amúgy valójában, ahogy mondtam szerkesztő úrnak is a beszélgetésünk elején, ez a díj az a Kölcsei Televízió munkatársainak is, és stábjának is szól. Köszönjük szépen, hogy megemlített minket. De egy kicsikét vissza a kezdetekhez. Honnan jött önnek az ötlet, egyáltalán az indítatás, hogy kimenjen a Donkanyarba, és meglátogassa az elhunyt katonák sírhelyeit? Matematika-fizika szakos tanárként én nem mindig szerettem a történelmet, hiszen kiváló történelmi tanáraim voltak általánosiskolában, gimnáziumban, beoltottak. Mindig szerettem az életrajzi könyveket, aztán elsősorban természetesen a magyar, a nemzetünk, a saját népünknek a történelme. Így elolvastam a Don Budapárist Nemes Kürtitől, aztán a Sára Sándor dokumentumfilmet tekintettem, és úgy döntöttem 89-ben, hogyha sikerül nekem elmenni a nagybátyám emléke után, aki 1943. január 16-án halt hősi halált, a hetedik legkisebb gyermekként, aki kivonult a frontra, ő volt a család Benyáminja, akit gyászolt a család, keresett valahol, Oroszországban meghalt. És kutatások egyebek után nagyjából megtaláltam, hogy Osztrakosz térségében halt hősi halált visszavonuláskor. És ha én ki tudok menni, akkor miért ne jöhetne más is? Megkerestem megyei országos lapokat, akkor bementem a postához, meg volt a nyilvántartásban a posta címek, és beküldtem a levelet, hogy aki akar, szeretne jönni velem ebben az ügyben,
Szélesebb várom. Ez még az első alkalom. Első alkalom, így van. És akkor így 1990 tavaszán több mint 50-en jelentkeztek, végül is 33-an ragadtak meg, és így a Kóti Judit stábja kíséretében így 33-an kimentünk a Donhoz. A Nyírturiszt Nyíregyház utazási irodának nagyon nagy tisztelettel voltak a munkatársai, megértették, hogy ebben fontos ez a segítség. Elmentünk Kijevig vonattal, ott repülővel, ott buszt béreltünk, és mint fehér hollóként jelentünk meg ott az orosz társadalomban, hiszen akkor szűnt meg ugye a Szovjetunió, volt már akkor Ukrajna, illetve volt Oroszország, közben párhuzamosan kiküldtem egy kopjafát, amit végül is később érkezett meg, és azt majd csak 91-ben tudtuk majd leállítani, már azzal a zarándok csoporttal, amelyiket már utána a következő évben elkezdtem szervezni. Emlékszik még az első látogatás érzéseire? Hogy milyen volt akkor, amikor kiment oda? Gyakorlatilag akkor ön előtt voltak ott magyarok korábban? Nem. Akik kilátogattak volna? Mi voltunk ön volt az úttörő ebből? Igen, hát igen, mi voltunk inkább akik együtt, mert egyedül, én nem voltam előtte ott, együtt mentünk 33-an, azt mondom, 33-an voltunk az úttörők, azt lehet mondani. Aztán igazán a nagy feladat az volt, amikor ugye létrejött közben a Dommenti Magyar Honvédsorok gondozása alapítvány hozzátartozók támogatásából, és kezdtük felkutatni a kivonulási, meg a visszavonulási területeket, tehát temetőket. Ukrajnában, Oroszországban. Ez volt egy óriási nagy energia, és utána már tudtuk azt, hogy hová kell vinni, melyik temetőkbe kereszteket, nagyobb gyűjtőtemetőkbe, és akkor utána már csoportokat is szerveztünk. Akkor, bocsánat, először, amikor kimentek, igen, akkor gyakorlatilag még nem is igazán tudták, hogy hol vannak a sírhelyek. De, tudták. Hiszen így van, mert ugyanis Magyar István nevezetű magyar kutatóval felvettem a kapcsolatot, aki küldött nekem német katonai térképeket, amelyek szépen megmutatták azokat a hasztéri területeket, amit utána ugye mi 42. júliusában átvettük a német vonalat a Don mentén. Tehát ugye a németek átadták ezt a teret a védelmi vonalat 200 kilométeren, és utána már mi tudtuk azt, hogy hol vannak különböző temetők, illetve az, hogy tömegsírba kit temettek, na az volt a kutatásnak igazán nagy feladata. Hiszen mikor 43. januárjában elvonult a front, akkor ugye ott maradtak temetetlen a magyar katonák. Na és ezeknek, hogy hol vannak, hol nyugszanak tömegsírokba, vagy lövészárokban, vagy árokparton, na ezeknek a feltérképezése volt óriási feladat. És milyen érzés volt? Erre még nem válaszol, bocsánat, amikor először. Igen, válaszolni akartam, és elnézést kérek, kicsit, hogy szárnyalok, hiszen annyi mindenről az ember tudna beszélni. Amikor repülővel Voronyezs fölé érkeztünk, és meglátták a Don folyót, a hozzátartók, akik kijöttek velem, főképpen veteránok, hiszen egy tucat veterán volt, aki kint harcolt, kint temettek a pajtársait. Addig úgy humorizáltak, hiszen jó volt a találkozás. Voltak élmények. És amikor meglátták, mintha elvágták volna mindenkinek a gondolatát, és az volt igazán a különleges, amikor tényleg az első átléptünk a Don folyón a busszal, amikor beletettük a lábunkat a Don folyóba, amikor elmentünk a nagyobb hadszínterekhez, például az áttörési pontokhoz, Urifhoz, illetve Csúcséhez, ahonnan indult a tragédia 1943. január 12-én, illetve Csúcsében 14-én. Mennyiben lehet összehasonlítani az akkori viszonyokat a mostani viszonyokkal, tehát az elmúlt 34-35 évben mennyire változtak ott meg? Szoktam mondani a magyar politikus ismerősöknek is, meg barátaimnak is, meg akikkel tényleg erről a témáról beszélgetünk, tényleg Európa politikusainak is mindenkinek fel kellett volna ülni a buszra 90-től, végigjárni minden évbe, elmenni Ukrajnába, Oroszországba, a keleti a szláv népekhez, hogy mi hogyan alakult a Szovjetunió megszűnésével az a világ. Ami bántja őket, hogy végül testvéreikkel harcolnak. Tehát ott beszélgetve egyházi vezetőkkel, ottani orosz emberekkel, tehát nagyon bántja őket. Csak amit tapasztaltam, ők belálltak most már ebbe a háborúba. Én a Donkanyarral kapcsolatos viszonyokra, hogy az elmúlt 30-34-35 évben mennyire változtak meg ott a viszonyok, akár arra is kíváncsi lennék, hogy ők mennyire ápolják az ellenséges katonák sírját. Hogyan gondolnak rájuk, hogyan gondolnak magyarokra, más nemzetekre, az ott lévő sírhelyekre? Szerkesztő, az volt a különleges, hogy 90-től, mondom, 58. alkalom voltam. Egyszer nem mondták nekem azt, hogy te mit keresel itt, hiszen azért azt tegyük hozzá, tegyük a szívünkre kezünket, 2000 kilométerre voltunk idegen területen, azért öltük az orosz embert, meg az ott élőket. Azt mondtak, háború volt, ti főjétek itt harcoltak, mi Európába, hiszen ők elmentek Berlinig,
rajtunk keresztül is, bár mi ismertünk a halottaink után. Soha egyetlen rossz szót nem kaptam. Ahová bementem, ha a legutolsó ennivalót a hűtőből kivették, azzal megkínáltak. Tehát az orosz ember, alapvetően rosszul ismerjük őket, az egyszerű orosz ember ugyanúgy szeret a földet, mint mi, szereti a hazáját, mint mi, és ugyanúgy vendégszerető. Nehezen fogadja be az ember, tehát óvatos, de ha befogadta, akkor abszolút őszinte megnyílik, és vendégszerető. Mint ahogy a beszélgetésünk elején említette, már 58 alkalommal volt. Milyen távlati tervek vannak, célok vannak a továbbiakban is szeretne minden évben? Hát ha most így számolom, akkor ugye az elmúlt 34 évben 58 alkalommal, tehát nem évente ment egyszer, hanem többször is. Ez folytatni kívánja. Tehát egy az, hogy ebben az évben szeretném nagyjából elkezdeni feldolgozni azt a hanganyagot, azt a filmanyagot, ami ezzel az idő alatt összegyűlt, illetve június végén, ha Jóisten megsegít, akkor szintén elindulok Lettországon keresztül. Átfestem azokat a kereszteket, ami esetleg olyan állapotban van, kicsit megigazítatom, hiszen van olyan keresztem, ami ugye 33 éve ott van, illetve akik gondozzák, azoknak szoktam ilyenkor vinni egy kis ajándékot, úgy szokták mondani, hogy kis Magyarországot vigyek, ez azt jelenti, hogy kis füstölt, áru, kis apróságok. Amit nem sokan buborka, mert az ott van. Így van. Rendben, köszönjük szépen, hogy itt voltál. És gratulálunk még egyszer. És gratulálok, és köszönöm szépen még egyszer a Kölcsei Televíziónak, amely segített nekünk ez a témában. Emberre és állatra is veszélyes kórokozókkal fertőznek a kullancsok. A tavaszias időben egyre elterjedtebbek a vérszívók, ráadásul most az enyhe tél miatt már március legelején megjelentek. A házi kedvencek esetében jelenleg a tabletták adhatnak nagyobb védelmet. Az oltás az emberek esetében kizárólag a kullancs okozta agyhártya, agyvelőgyulladás ellen véd. A legfontosabb a megelőzés, vagy a vérszívó lehető leggyorsabb eltávolítása. Az idén nagyon korán indult a tavasz, nagyon hamar aktívak lettek a kórokozók, hogyha magas láza van a kutyának, akkor a legnagyobb valószínűsége a kullancsok által terjesztett babézia. Magas láz és bágyadság, ezekkel a tünetekkel hozta be gazdája ezt a kutyust. Nagy valószínűséggel kullancs okozta fertőzés van a háttérben. A korán jött tavasz miatt már most sok kis kedvencet hoznak ide hasonló panasszal. Ahogy jön a tavasz, ahogy jön a jó idő, ahogy 0 fokról emelkedik a hőmérséklet, megindul a természet, megindulnak a kullancsok is rögtön táplálék után néznek, és erre nagyon alkalmasak négylábú kedvenceink, kutyáink, macskáink, ahol előszeretettel szívnak vért ezek a veszélyesnek is mondható paraziták, ugyanis különböző, nem maga a vérszívása veszélyes, hanem amit vérszívás közben különböző egysejtű parazitákat, kórokozókat tudnak kedvenceink vérébe, testébe juttatni, ahol egészen sok betegséget okozhatnak. Immáron 20-30 éve Magyarországon itt van a babézia nevezetű betegség, ami a vezető megbetegedés kullancs fertőzések esetén sokkal-sokkal kisebb jelentősége van a Lyme-kornak, illetve egyéb különleges betegségeknek. A babézia az egy egysejtű parazita, ami a kullancsban is parazita, tehát ott is egy mint egy közti gazdaként csak szaporodik. A kullancs a vérszívása során juttatja a testbe, kutyáinkba, macskáinkba. Macskában nem feltétlenül ezt a babéziát, egy másik egysejtű parazitát, de ott is ismert ez a hasonló betegség. Kutyába, hogyha nem védekezünk, főleg ezekben az átmeneti időszakban, tavasszal és ősszel, ahol 0 és 20 fok körül van a hőmérséklet, akkor egészen hamar pórul járhatunk. Nagyfokú bágyadság, levertség, kedvetlenség, magas láz, nem játszik a kutya, nem jön elénk a kutya, nem eszi meg az ételét, sötét, barnássá válik a vizelete, akkor minél hamarabb állatorvoshoz kell fordulni. Manapság évről évre az állatgyógyszergyártó cégek egyre több készítménnyel lepik el a piacot, tehát már nem a klasszikus spotonok és nyakörvek a legbiztonságosabb védekezés nyújtó lehetőségek, hanem léteznek már rágótabletták, sőt az idén ki fog jönni egy innovatív injekciós készítmény is majd a piacra, azt még mi is várjuk, de jelen pillanatban a tablettás védekezés tűnik a legbiztonságosabbnak. Ebből elérhető 1 hónapos, illetve 3 hónapos változat a piacon. Emellé
Ami egyébként Nyíregyházán és a környéken is az utóbbi években irtózatosan hódít, az nem feltétlenül a kullancsos megbetegedés. Most per pillanat abból van a legtöbb, de a szúnyog populáció olyan szinten fertőzött lett városunkban és a környéken a szívférgesség parazitájával, hogy már érdemes olyan készítményt választanunk, amivel nem csak a kullancs bolha ellen, hanem a szívférgesség ellen is tudunk védekezni. Minden sétálás után érdemes jól akár átfésülni, de elég kézzel is átfésülni, áttapogatni, főleg azokon a részeken, a pofa környékén, nyak környéke, hajlatokba, ahol elbújik, ahol jó meleget és jó védelmet érez magának is a kullancs. Nem rögtön az első vérszívásnál fertőzi meg az állatot, tehát hogyha idejébe még nem kellően megszívott kullancsokat, akár kullancskiszedő kanállal, kullancskiszedő csipesszel, de ha semmi nincs a környéken, akkor egyszerűen kézzel is egészen nyugodtan ki lehet venni. Kedvencünkből sokkal könnyebb egyébként kutyából kivenni, macskából egy kullancsot, mint egy emberből. Sokkal nagyobbak általában házi állatainkat fertőző kullancsok. Nem kell tőle megijedni, ki kell venni minél hamarabb, mert az első vérszívást követő körülbelül 48 óra múlva a második vérszívásnál fertőzi ezekkel a parazitákkal a kutyáink testét ez az élősködő. Az időtényező az egyik legfontosabb az emberek esetében is. Számos veszélyes fertőzés előzhető meg azzal, ha a lehető leggyorsabban eltávolítjuk testünkből a kullancsot. Védőoltás ugyanis kizárólag a vírusos agyhártya agyvelőgyulladás esetében elérhető. A legfontosabb és a legveszélyesebb a kullancs okozta agyhártya agyvelőgyulladás. A kullancs által okozott vírus okozza ezt, amit a szervezetbe ugye a csípéssel, a véráram útján juttat. A másik pedig egy bakteriális fertőzés, amit talán már mindenki tud, Lyme-kórnak neveznek. Ez egy nagyon hosszas betegség, és az ellen viszont nincs is védőoltás, míg a kullancs okozta agyvelő agyhártyagyulladással szemben van. Azért azt tudni kell, hogy ezen túlmenően még számos betegség van, amit a kullancs terjeszthet. Ez mindig úgy történik, hogy a kullancsba bekerül a vadállatok, a rákcsálók által hordozott kórokozó, madarak által okozott kórokozó, például ez az enkefalitis, és az pedig, ugye, ha az emberrel érintkezik, és hosszasan érintkezik, akkor a véráram útján bejut. De érdemes csak erre a kettőre koncentrálni. Ugye, míg az agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladással szemben védelem van. A védőoltásnak megvan a maga rendje. Van gyerekeknek adható változat, van felnőtteknek adható változat, sőt olyan is van, amikor olyan gyorsan kell segíteni a betegnek, hogy egy ilyen gyorsabb sémát adunk. Ezt az orvos tudja, itt talán nem lenne szerencsés pontosan, hogy mikor, hogy. A lényeg az, hogy egy folyamatos oltási rendben adva gyakorlatilag teljes védelmet lehet nyújtani a gyereknek, felnőttnek. Ez azért nem zárja ki, sőt feltételezi azt, hogy a legjobb ezt elkerülni, ugye? Ha tudom azt, hogy a kullancs fertőzés az egy hosszas, több órán át történő csípés után, amikor már jól megnő a kullancs, sok vért szívott, akkor fertőzi meg az embert. Ha ezt időbe eltávolítjuk, vagy uram, bocsán, meg se csípi az embert, akkor azzal ez elkerülhető. Tehát a gondossága, a ilyen rovarűzőszerek, a zárt ruházatba való közlekedés, bokros területeken, mert már itt van, itt városban, mindenütt, ahol fa, fű, virág van, ott mindenütt előfordulnak ezek a kullancsok, és akkor nézzük át magunkat, hogy nincsen-e rajtunk, és ha időben azt eltávolítjuk, és nem olyan bűvös dolog azt eltávolítani, akár körömmel is megtehetjük, de vannak különféle kis műtyűrök, amivel jól megfogva a bőrhöz minél közelebb, picit meghúzva eltávolítható. Még talán annyit szerencsés mondani, véletlenül beleszakad a fejem, mindig szoktak jönni, és akkor meg vannak ijedve a szülők, hagyja békén, nem kell azt bántani, a vírus nem a fejbe van, hanem a
potrohába, amikor, ahol a vér van, és hogyha és nem szabad kenegetni, elzárni a levegő oxigén útját, mert akkor szenved a kullancs, és akkor éppen akkor préseli bele azokat a kórokozókat a szervezetbe, amikor éppen hát ugye nem szabad lenne, vagyis nem kell kenegetni, hanem minél hamarabb eltávolítani. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az ünnepek ünnepe. Idén húsvét vasárnapot és húsvét hétfőt március 31-én és április 1-én ünnepeljük. Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadására és vele az emberiség megváltására emlékezünk. A témával kapcsolatban vendég a stúdióban Szabó Tamás, görögkatolikus parókus. Jó estét kívánok! Jó estét! Köszönjük, hogy itt van nálunk a stúdióban. Most volt virágvasárnap, úgyhogy el is kezdődött a nagy hét, holnap lesz nagy csütörtök, viszont húsvét előtti időszak az a 40 napos időszak, az a böjt időszaka. A görög katolikusok hogyan tartják a böjtöt? Örülök, hogy innen kezdünk, hiszen a húsvét teljes egészében megérteni akkor fogjuk, hogyha látjuk, hogy az előkészület is milyen fontos. Manapság egyre kevesebb idő jut arra, hogy valamire fölkészüljünk, hogy valamire tényleg odaérjünk, nem csak fizikálisan, úgyis mindig rohanunk, de hogy lelkileg, szellemileg is. És ez a viszonylag hosszú időszak, ez a 40 nap, minden történelmi egyházban arról szól, hogy igazából legyen időnk megújulni, felfrissülni, odaérkezni a tényleges eseményekre, és ennek három iránya van. Van egy testi része, amelyet pontosan tudunk, hiszen a dietetikusok is nagyon szívesen mondják, hogy egy tavasszal egy méregtelenítő kúra mennyire jót tesz a testnek, mennyire megújul. Persze a böjtben ezért ennél több is van, hiszen a saját korlátainkat feszegetjük, és látjuk, hogy talán nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindenikével, ahogy tanítja a Szentírás. Van egy szellemi megújulás, amiben manapság már olyan szívesen használjuk azt a szót, hogy digitális böjtöt és hasonlókat is lehet tartani, hogy a gondolatainkban is odafigyelünk, hogy egy kicsit kitisztítsuk minden felesleges, minden átú, minden zavaró információtól is a lényegesre tudjunk koncentrálni, és hát mindenképpen van egy lelki megújulás, amit az imádság többletével tudunk, a kapcsolataink megépítésével az Úristennel. Ez hosszúnak tűnik ez a 40 nap, de hát azt pontosan tanítja a pszichológia is. Körülbelül ez az az időszak, amikor valamiből szokás válik, valami ténylegesen formálja a gondolkozásunkat, lényünket. Innen indulunk, és ezért van az, hogy már a legtöbb történelmi egyház már ilyenkor javában a húsvét örömében él, hiszen a felkészülésnek egy nagyon fontos fázisán vagyunk túl. A virágvasárnap az egy felütés, akkor már a nagy hét kezdődik, Jézus bevonul Jeruzsálembe, hitünk szerint be akar vonulni a mi életünkbe, a mi lelkünkbe, a mi városunkba, a mi világunkba, hogy gyakorlatilag ott is egyfajta megváltozás, megváltásnak a történetét újra és újra átéljük, tudatosítsuk, és rájünk, hogy milyen nagy dolog az, hogy az Isten szeret minket. A böjt pedig nagy pénteken teljesedik ki igazán, ugye? A böjt a keleti egyházban már nem tartozik a nagyböjthöz a nagy hét, hiszen mi azt befejeztük is, a nagy hétnek mindig a napnak a tanítását vesszük, de ennek ellenére a nagypéntek természetesen az egyik legmélyebb böjti napunk. Nekünk is, a római katolikusoknak is, az ortodox egyházaknak is, hiszen akkor Jézus Krisztus kereszt halálára emlékezünk. Annak a szeretetnek a felfogását próbáljuk megtenni, amit olyankor az embernek tudatosítanak, hogy az Isten ennyire szeret engem, hogy a legvégsőkig elmegy, az emberi lét legmélyebb pontjára, amitől legjobban félünk, ami a legsötétebb, a halálban is ott van, ott is jelezni akarja, ki akarja mondani az életünk legfontosabb éltető mondatát, hogy szeretve vagyunk. Tehát a nagypéntekkel kapcsolatban el lehet mondani azt, hogy gyakorlatilag az egy gyásznap. Így van. És erre a görögkatolikusok hogyan emlékeznek, hogyan hangolják rá a hívőket ezen a napon? A nagyheti szertartásainkban, nagy csütörtök, nagy péntek különösképpen szinte meg vagyunk hívva, hogy részesei legyünk azoknak az eseményeknek, amik annak idején ott 2000 éve zajlottak. Mondhatnánk, hogy bibliodráma vagy pszichodráma, amit az egyházunk ilyenkor alkalmaz vagy használ, de sokkal inkább a meghívást, hogy vegyük észre, és minél közelebb kerülünk hozzá, annál inkább részeseivé válunk. Hogy a nagy csütörtökön ott vagyunk, szinte körbeüljük azt az asztalt, hogy a tanítványok együtt mi is megértsük, hogy barátok vagyunk. Egy közösség vagyunk, közösen étkezünk, egy kehelyből részesülünk, ez valami egészen többlet. Ugye nekünk magyaroknak a vérszerződés miatt pontosan tudjuk, hogy mit jelent ezt egy kehelyből részesedni, és ez egy nemzet egységének válik az alapjává. Hitünk szerint a Krisztus kehelyéből való részesedés pedig a nemzeteken túlmutató kereszténységünknek, a közösségének az alapja. Nagypénteken pedig
görög szertartásban egész érdekes, hiszen még a templomból is kimegyünk, és a Krisztus testét ábrázoló plastjenicát, vagy halotti leplet körbe visszük, és szinte mint Arimatei József és Nikodémus elhelyezzük a sírba, ami a templom közepén van is, és gyakorlatilag a föltámadás szertartásaig ott virasztunk, ott imádkozunk, ott éljük át ezeket a dolgokat, hogy tudatosítsuk, hogy ki az számomra az, aki most nincs ott. Tudom, hogy emberileg mindenki megtapasztalta már azt az érzést, hogy egy temetésen sokszor az fáj legjobban, hogy aki már nincs, akkor jövünk rá, hogy mekkora érték volt, mekkora kincs számunkra. És ezek kellenek, hogy tudatosítsuk, mert akkor fogjuk újra és újra rájönni, hogy jaj, de jó, hogy van nekünk egy Krisztusunk. Hát elmondhatjuk, hogy a nagypénteki gyász hangulat után, három nappal később pedig már ünneplünk. Így van, az életet magát. Mert hogy feltámadt Jézus Krisztus, és gyakorlatilag ez a feltámadás a kereszténységnek az alapja. Én hiszem azt, hogy minden emberi életnek ez az alapja. Hiszen minden emberben megvan az a kérdés, hogy ki vagyok én. Pusztán egy biológiai csoda, egy születéstől, halálig, vagy fogantatástól, halálig tartó lény, aki vagy valami egészen más. Mindannyiunkban bennem van a vágy, hogy érezni akarjuk, hogy azért több vagyunk, mint egy biológiai rendszer. Van mindenkiben egy vágy az örök életre, az élet teljességére, és Krisztus ezt mutatja meg, hogy igen, az ember ennél jóval több. Nem csak az evolúciós csúcstermék, hanem az Isten képére teremtett valaki. És azért ünnepeljük az életet húsvétkor, mert ez mondja ki, hogy te több vagy, mint egy test. Test, lélek és elme, és ennek a hármasságnak az összege adja az embert. És ezzel azt is kimondjuk, hogy a test jó dolog, hiszen Krisztus test szerinti föltámadásáról beszélünk. És azt mondjuk, hogy az ember így jó, testben, lélekben és elmében, és ez a három találkozik, és ez az örökké valóságra előkészítetik, az gyakorlatilag az emberi létnek a valódi ünnepe. Ezért ünnepeljük az életet, ezért vannak a népszokásaink, mind arról szólnak, hogy olyan élettel dúzzadóan jelenik meg ez az egész. Persze, azért, mert tudjuk, hogy Krisztus megmutatta, hogy az embernek ez az élete, hogy bár van egy biológiai halál, de az Isten terve a biológiai halálon is túlmutat, és Krisztus föltámadásával egyszer és mindenkorra tényé válik azoknak, akik ebben hinni akarnak. Miért fontos az, hogy Jézus Krisztus megváltott minket a bűneinkből? Tehát a mi bűneinkből váltott meg? Ez egy jó nehéz kérdés. A feltámadásával és a keresztre feszítésével. Így van. Így van, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát amiről beszélünk, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy egy megtöredezett létben élünk. Egy töredezettség van az Istennel való kapcsolatunkban, egymással való kapcsolatunkban, veszekedtünk már, vitatkoztunk, szeretnénk szeretni, és nem mindig sikerül. Önmagunkkal is van egy megtöröttség, hiszen a lélek és a test nem mindig ugyanazt mondja, és érezzük ezt a feszültséget a teremtett világgal is, és Krisztus azt mondja, ezt az egységet helyre akarja állítani. És ez amikor, mint ahogy a jó szülő, amikor látja, hogy a gyerek már nem tudja megoldani a saját erejéből, akkor odáll, és azt mondja, hogy itt van, segítek rajtad, megoldom, helyreállítom az egységet, Isten is ember között, megadom az utat, a lehetőséget, hogy az ember közötti egység helyreálljon, a teremtett világgal helyreálljon az egységünk. Azaz, ennek az egységnek a történetéről beszélünk. A bűn törik, törést okoz. Az Isten ezt gyógyítani, helyrehozni akarja, akár a saját példájával, a saját erejével, és a legmélyebb törés ugye a halál, azt is gyógyítani akarja, ez a megváltásnak a nagy csodája. És hogyha én hívőjére rá akarok csatlakozni, akkor úgy tudok rá csatlakozni, hogy akkor elismerem Jézus Krisztust, hogy ő élt, hogy ő feltámadt, és hogy megváltott a bűneimből. Leginkább a személyes kapcsolat fogja ezeket, az gyümölcsöket meghozni, hiszen ha kapcsolatban vagyok az Istennel, ez az imádság, ha kapcsolatban vagyok a teremtett világgal, önmagammal, akkor ezek után egyre inkább érezni fogom, ja igen, ez egy fontos kapcsolat. És ha fontos kapcsolat, akkor elmegyek, találkozni akarok vele, beszélni akarok vele, még ha az imádságom dadugó is, tessenek jönni, ott van, minden templom ajtó nyitva áll, és próbáljuk meg ezt az egységet megélni, átélni, és egyre inkább a sajátunk átenni. És akkor rájövünk, hogy jaj, de jó dolog, hogy élünk, vagy örökké élünk. Görögkatolikus egyháznak mi a mise rendje a húsvéti ünnep alatt? Itt nálunk Nyíregyházán, a Székesegyházban minden este 17:30-kor kezdődnek a szertartások, nagy csütörtökön, természetesen nagy pénteken a sírbatétali vecsernyével, és hát a föltámadási szertartás húsvét éjszakáján éjfélkor végezzük, akkor szólalnak meg a harangok. Bocsánat, ha valakiket zavar, ígérjük évente egyszer történik ilyen éjfélkor, és ezzel veszi kezdetét
a másnap, amikor gyakorlatilag a szokott rendben vannak a liturgiák, és görög szertartás szerint pászkát is szentelünk, az ételt, hiszen az étel is most már nem csak a biológiai testet, nem csak a testet táplálja, hanem a megszentelt étel, a lélek és az elmét is oda teszi, az ember egységét szimbolizálja, amihez jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, áldott húsvétot. Áldott húsvétot mindenkinek. Kedves nézők, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, éppen húsvét hétfőjén várjuk majd önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!